Na menjünk gyorsan, egyet születeljünk gyerekek, gyorsan, mert a kamera le fog merülni. Nemrég értem haza, és bedobtam tőteni, lemerült a Home Depotba. Behoztam a cuccokat. 3-4x8 lába se. Táblát nagyon lazán elnyeri a kocsi. Elnyeli. Fajn járgány. Épp még egy vonóhorgot kerrel tegyek. És néha Bernardtól tudjam elkérni az utánfutót, hogy ezt azt ilyen hosszabb cuccokat hazafuvarozzak, mert a bilencsel nem szabad menjek nagyon más helyre, csak a farmnak, amit fuvarozok. Trágyát, meg múcsot, meg komposztot, ilyesmit. Látom, tegnap előtt, vagy két napja van láttam, hogy itt kezdett sargulni, de ezt úgy belémerültem minden egyébbe, hogy nem jöttem még el odáig, hogy levágjak, se egy másikot le van törve. Na, honnan álljak neki? How about right here? Fajn bancsucska. Nem olyan hatalmas, mert ugye szárasság van most, de nem csak most, hanem egész ősztől már. Kicsit túl magasan volt ez. Szembe kellett nyúljak vele. No. Most hát előne mindjárt a papaját is lehet születelni. Végre bekezdtek érni. Na, ez az egyik. Nem is szabad letegyem, nem tudom letenni a földremet. Ez mehet le oda, mert fűbe fog esni, úgyhogy nem üti meg magát. Ja, ez egy kicsit bütűbb banán, ilyen kocka banán, inkább egy plantán féleségét, inkább főző banán. Ha hagyod elég ideig, akkor beérik már, látod, kezd sargulni egy-egy. Akiál! Na, annyi banánunk van most, mint a dög. Meg se tudom enni, szép. Le kell fagyasszam őket. Ja, kell valami edényeket szerezzek, amiben lefagyasztom. Ja, be kell vigyem, most már mindjárt sötétedik. Kint nem lehet mászkálni, mert jönnek a szúnyogok. Na, a deszkákat fel kell, ezeket pupoljam az emeletre. Csak előbb helyt kell csináljak. Há, sehol sincs gyerekek. Mindig fogy el a háj. Na de most lesz rán csinálás, ne féljetek. Neki mérgelődtem most nagyon. Meleg van pára. Izzadok. Bent itt be kell nyomni, kint is, bent is. Ja, most már lassan ideje, hogy beüzemelni a légkondit is. Nem üzemeltem be. Drive-ó lesz is fel kell rakni. Nem a mennyezetre. Tehát itt is balantól. Ja, a légkondit nem használom már régóta, már nyár óta. Mikor szereltem be? Valamikor nyár végén, augusztusban. És akkor használtam egy pár hónapig se. De nem úgy, hogy egyfolytában, hanem csak így. Itt délelőtt nem kell az D-be, ha kint vagy, vagy úton vagy. Tehát nincs, csak akkor kapcsolom be, mikor oké, egy délután és este felé, mikor itt fel van hevülve. Egy kicsit hűcseles, általában éjjára ki van kapcsolva. Akkor annyira lehűs, ja, becsuksz ajtóablakot, és annyira tartsa. Na, csak azt akarom mondani, hogy nem kell járatni 24-ből 24-et. Most még nem olyan veszélyes, most még ventilátorokkal meg lehet élni. Ha csak ugye nem csinálsz valamit kemény izzasztó dolgot. Oké. Raktározom el a balánokat. Ja, már van a mélyhüttőnkben egy pár lefogyasztva. Egy ilyen edényben.
Még valami fagyasztott berik, cranberry se, ilyen mána, ceder félesége a funnya, seggedet béfonja. Oké, állok meg két vacsorát csinálni. Jósan maradék pasztát egy kicsi zöldséggel beütöm, és egy kicsi zöldborsóval, egy kicsi faszúgyakrémmel. És akkor most már le van hűve az idő, arra elülnek a szúnyogok, mire befalom a vacsorát. Akkor menjek jó hűvösbe, jó esti levegőn. Befejezem a heggesztést a ládába. Körbe, amiket még le kell varni. És hónap reggel belejárasztok egy néhány csavart, annyi, ha ideig lenesen is, hogy lefogja, akkor a ládát felemelem és alulról megvarom. És indulhatunk a bányába. Lámpa nem kell, minek? Mondom, itt van az utca végén. Hát. Jó, megcsinálom a lámpát, és csak nem fogok most átütani 2-3 napot, hogy ott tyúkbe lezzek, és keressem, hol a probléma, vagy új kábeleket húzzak, vagy ilyesmi. Azt megcsináljuk a hétvégén, mikor bezár a bánya. Szombat, vasárnap nincs nyitva. Ez a bánya, ami közel van. Másik bánya, Golden Gate Estate-ben nyitva van. Az 5 Southwest Avenue, de az messze van, oda nem szeretnék menni. Úgyhogy a hétfőtől péntekig fuvarozás. Meg a múcsos hál sincs nyitva a hétvégén. Úgyhogy ez lesz nekem a fő alási munka. Hétfőtől péntekig 9-5-ig fuvarozás, bányából kavicsos fődet, feltölteni utat, és lent a landfill mellől múcsot, jól múcsinktól ingyen múcsot, és este felé a hűvösön teríteni elfelé a fődet. Reggel és este terítünk, és 9-5-ig fuvarozunk. És este lehet itt bent is működni, pakolni, takarítani, fent az emeleten mindent elrendezni, ajtókot berakni itt a gipszkarton, tehát itt bent, mit bent lehet csinálni, éjjel-nappal bármikor. Úgyhogy az is lesz, hogy ha túl meleg van kint, akkor bent vagyok, és benyomok két nagy ventilátort, vagy ha bent vagyok, akkor belenyomom a légkondit. Csak előbb ugye kell vigyek egy kábelt a paneltől, oda is kössem be. Mert ha az meg nincs semmi, az a... Amit láttok fent, ott van két 20 amperes, itt van két 20 amperes. Tehát még két vonalat húztunk, a harmadik ugye ki van ott hagyva, csövet betettük, de még kábelek nincsenek benne. Úgyhogy az lesz a következő lépés, oda húzzak egy vonalat, mert ez a bányagép még az M5-ös hosszabbítón van. Hogy jó, egyszerre annyi mindent kéne csinálni, de csak szerre lehet ugye csinálni a dolgokat. De egy kicsit jobban be kell osszam az időmet, és kevesebbet töltsek internetezéssel, meg csak a munkámnak egy része, ugye olyan, hogy muszáj az interneten legyek. Lássátok, én nem töltök el időt potyára interneten, tehát nem láttok engem a Facebookon ott írogatni se, mit tudom én. Úgyhogy de a bányával kapcsolatban ugye a fórum, ezeket muszáj csinálni, nem muszáj, de akarom, szeretem csinálni, úgyhogy azt nem vághatom ki, de jó. Mind mondom, hogy a videózást egy kicsit visszabb kéne venni, de nem tudom, tehát most mit nem mondjam el, egy két napig ne kapcsoljam be a kamerát. Akkor utána kiesések, és akkor utána fogok csinálni egy csomó videót, vagy hosszú videót. Azt mondjuk naponta egy vlog, vagy kettő, és abba belé sűrítem se. Ja, de talán ugye kicsit rövidebbre csinálom a videókat. És akkor... Ja, de... Ja, élő adás lehet, nem nagyon lesz mostanában. Vagy csak mit tudom, egyszer egy hónapban, vagy két hetente egy, de nem lesz most minden hétvégén, mert mondom, annyi a tennivalós, bent is lehet működni annyi, hogyha kint meleg van is.
Egy kicsit el kell most fókuszálják gyerekek. Az elkövetkezendő két hónapban rengeteg tennivalóm van. És ez itt kevesebb lesz, vagy rövidebbek a videók, és kevesebb lesz élőadás. Na jó, akkor menjek csinálj meg vacsorát, mert senki se csinálja meg helyettem. Ja, ilyenkor nem szeretem, mikor általában vacsorát 4 óra felé szoktam menni, 3-4 óra felé. De most ugye, mikor így elmenyek vásárolni, vagy valahova visszajövök, most 8 óra, akkor eszem. De jobb szeretem hamarabb benni, és este csak egy kis gyümölcsöt. Reggel gyümölcs. Illetve délelőtt gyümölcs, délután előrehozott vacsora 3-4 órakor. Jó, a kemény tüzőtséggel, és akkor este felé csak gyümölcs megint. Így lehet lecsinosodni. Jó, hogy elég csinos vagyok, 82 kilómot tartom. De kopolni nem kopolok, de mostanában nem eszem olyan hülyére magam, mint az előtt szoktam régebb. Ja. Oké. Nem szárasság van. Nem várom, hogy jön az első szezon, de most már egy kicsit várom, mert nem működik semmi, mindenhol halnak meg a növények kint. Nem is nőnek a banánok, mint adnak, a gyümölcs is gyenge, kisebbek, úgyhogy jó. De még nem vagyok kész az első szezonról. Hát sosem vagyok kész, de nem volt prioritással, kell tegyem a szájdingot is kint a felrakni a műanyag borítást, hogy tudjam utána tenni a tető hosszabbítást. Na jó, nem untatlak többet, van dolog, elég csináljuk szélre, hogy tudjuk, azt egyszer meg lesz minden. Nem frusztrálom én magam, tudjátok, hogy ha lassabban mennek a dolgok, vagy nincs. Így elmondom, hogy ezek a tervek, ezeket kell csinálni, és azt csinálgatom. Na, de a billáncs az kész, mondom. Ma este egyet heggeztek, hónap reggel. És ha hónap nem is, de szerdán indulok a bányába. Hát hónap még egy kicsi időt eltöltök, megpróbálom a lámpát megcsinálni. Akkor szerdán reggel indulok a bányába. Vagy egy próbafúvort hónap csinálunk, hogy lám utána még kell egy kicsit heggeszteni. Ja, hónap már jó lenne egy próbafúvort. Először nem is merek túl sokat rakatni, de mondjuk egy 6 yardot egy kupával rearakatok. Szerintem két kupával el kéne bírjon 12 yard, csak nem tudom ugye mennyit nyomnak a hengerek, tehát hogy le tudja üríteni a két kupát. Egy teljes nagy billáncsra, azokra a nagy kemény billáncsekre, amelyiknek két vagy három tengelye van, hátul három szokott lenni általában, arra 18 yardot tesznek. Tehát mikor rakják a nagy rakodóval, a 6 yardos rakodóval háromszor, mert itt mikor én hoztam a régi kicsi billáncsal, akkor csak egy fél kupával tettek fel a 2-3 yardot. Erre egy kupával simán mehet. De előbb próbálok egy kupatlan, mennyire könnyedén üríti le, mennyire nyomja meg. És utána megpróbálok két kupát, és ha túl sok, akkor hozok majd másfél kupát. De ja, kettőnél többet semmiképpen. Mondjuk így rövid távon két kupa el kell menjen, ugye csak az a kérdés, hogy le fogja-e backulálni, vagy nem. Na jó. Ennyi.